Az Árpád Fejedelem általános iskola testnevelés órái mellett a különböző sportági bajnokságoknak továbbra is helyet biztosít az Üllői Városi Sportcsarnok. A szabadidő és versenysport mellett persze kiemelt kulturális rendezvényeknek is otthont adó sportcsarnok a 10 év után Üllőre visszatérő Magna Cum Laude nagy koncertjére készül. Változatlanul mennek a bajnokságok, kezdjük akkor egy aktuálissal, a Vecsés MB2-es női kézilabda csapata itt játssza a bajnoki mérkőzéseit. Az Üllő felnőtt Üllő junior kézilabda csapat bajnoki mérkőzései, Maglót futszál csapat itt játssza mérkőzéseit, és hát nem utolsó sorban az Üllői Diáksport Egyesület MB3-as futszál csapata is a mérkőzéseit. De hát ezen kívül ugye még rengeteg bérlésre is adunk lehetőséget. Az MLS most fogja befejezni a héten a futszál hétvégét, ami ugye télen zajlik a nagypályásoknak, hogy legyen sportolási lehetőségük, terembe vonulnak és futszálbajnokságot rendeznek. Ennek most a héten lesz vége, egész január 2-a óta megy, valamint táncversenyek, most a héten volt táncversenyünk, valamint még 2 darab 4 napos táncversenyünk is van április végéig. És ahogy a képeinken is látják a kedves nézők, az Árpád Fejedelem Általános Iskola is itt tartja testnevelés óráit. Igen, minden reggel 8 órától délután 3-ig az Árpád Fejedelem Iskola testnevelés órákat itt tartja. Sporteseményeken kívül pedig kulturális eseményeknek is otthon tud az Üllői Városi Sportcsarnok, egy nagyon kiemelt rendezvényre is készülnek. Igen, most lesz egy kiemelt rendezvényünk, valóban május 10-én Magna Cum Laude koncert lesz a sportcsarnokban. Már egyszer megfordultak nálunk 10 éve, és újra kérték, hogy most ez legyen, és nagy reményekkel várjuk, hogy sokan lesznek, várunk mindenkit szeretettel. 3 helyen lehet jegyet kapni, 4-től a könyvtárban, a Városházán és itt a helyszínen a sportcsarnokban. Egy ilyen kiemelt eseményen mekkora a maximális befogadó képessége csarnoknak, mennyien tekintetik meg ezt a koncertet? Hát ugye függvénye a színpad nagyságától, általában mi 1000 és 1200 közötti engedélyt szoktunk kapni.